Sziasztok! Egy újabb játékos fej szerkesztő teget szeretnék nektek mutatni, méghozzá amivel nemet lehet változtatni. Ma Jadeskinjén fogom bemutatni. Kérünk egy Jadeskin, csak összehasonlításképpen ilyen az eredeti. És a tag az úgy néz ki, hogy gender, és akkor male vagy female. A male a férfi, a female a nő. Hát ugye most male alapból, úgyhogy legyen female, nem, female, ja, én is be tudom írni. Oké. Okay. Done. És így néz ki a lány Jadav. Sziasztok! Nézzünk meg pár egyperces pályát. Az első Dramix küldte, és az a címe, hogy Minecraft Horror. Na, remélem jól mondtam. Igen, van hozzá egy resource pack, vagy mi forráscsomag, azt hiszem így van lefordítva. Mindegy, én most így hívom, hogy resource pack. Amit be is raktam előre, legszívesebben ezt is beszámoltam volna az egy percbe, hiszen az a lényeg, hogy rövid pálya legyen, és akkor az is idő, hogy ezzel szórakozunk. Hát de most ilyen rendes kedvemben voltam, viszont van hozzá egy tészt, amit viszont beleszámolok. Viszont. Akkor indítsuk. Egy új dimenzióba küldtek, ahol a félelem és a kegyetlenség nem ismer határokat. Már megint jól kezdődik. Felmerül benned a kérdés, hogy vajon miért küldtek ide. Egy missziót kell beteljesítened, amely megváltoztathatja a jövőt. A feladatod viszont az, hogy ki kell jutnod ebből a hárborzongató és útvesztőszerű helyről. Mire vársz, még indulj. Ratatata. Infók, jó. Üdvözöllek a pályámon. Nehézség. Békés. Ebb, ez a csimentek volt. Igen. Két csank. 70%. Minecraft rövidített. Beállítva. Jó. Roblox sietni. Nincs sok idő, van sokat ír. Élet vagy halál. Hoppá. Ez igen. Az egyik út a halál, másik pedig az élet. És én hogyan döntsem el? Ott is van valami ijesztő alak, meg ott is. Hopp, és lejárt. Igen, a sok írás elvette az időt. Mindegy, kezdjük itt. Plusz ez a lassítás is. Kíváncsi vagy, hogy mi volt a másik oldalon? Ez komoly. Félsz már? Semmi sem, soha nem fogod megtudni. Tetszik, hogy így változik a pálya. Mert hamarosan meghalsz. De jó. Jaj! Siessen, tényleg elpusztulsz. Készített a Dramix. És megint megváltozott. Behalok. Menjünk tovább. Tök jó volt. De... kicsit hosszú. De van valami, amit még nem mondtam. És megváltozott? És megváltozott. Nagyon állat. Hogy innen nem lehet élve kijutni. Hát jó, már előbb is haldokoltam. Ezt át tudtam volna ugrani, de jó vagyok. Köszönöm, végigjátszottad a pályámat. És visszajöttünk a kezdő helyre. Nagyon jó, tök jó, kifejezetten jó. Bár nem mondanám egy percesnek, mert sok volt az írás. Jó, meg talán kicsit hosszabb is volt. De nagyon tetszett, tök jó volt, látványos. A következőt Sprix készítette, és ez a cím, hogy For Csabusa. Meg egy liter water. Akkor lássuk. Dobd le a cuccokat. Kicsit akadok, nem tetszik. Szabályok és tennivaló. Szia Csabusa, ez egy kovács műhely map.
meg egy liter water. A feladat, hogy kivágd a jungle fát, meg egy liter water. És csinálj belőle 4 botot, és belőle egyet nevezz át atomübertáp sétapálcára. Atomübertáp sétapálca. Szabály, játsz peacefullon, és ne válts game módot, meg egy liter water. Csak ha muszáj, akkor szabad, siess. Ja. Ne foglalkozz ezzel, addig van időd. Igen, és mit kell beledobálnom? Ezt dobáljam bele. A cuccokat. Vessék, te cucc. Köszi, hogy végít. Ja, vágom, de én vagyok. És miért vagyok? Vissza fogom nézni, végkreatívban voltam. Na jó, most fog lejárni. Igen. És milyen nem írta? Ja, nem írta. Azt írta, hogy ne válts csak game módot. Hát én is így mondom, ne válts csak játék módot. És végre, most visszanézem. És tényleg kreatívban voltam, nem vettem észre. Hát... Jó, hát ez egy kicsit fél, igen. Túlidőbe kellett volna lennem, és akkor ki tudom ütni, és akkor tudok craftolni. Értem. Jó, igen, értem, hogy mit kellett volna csinálni. Ez a baj, hogy cuccokat írt. Azt hittem volna, hogy ide dobd a pálcát, akkor nem dobom oda a enchant üveget. Egyébként egész ötletes pálya, és tényleg egy perc, és talán belefért volna. Csak hát ugye... Már megint akad. Én is bénáztam meg, a készítő is. A következő pályát Oli csak készítette, és az a címe, hogy Csabusa, gyere ebédelni. Nagyon érdekes címe van. Akkor nézzük. És megint akadással kezd megőrülök. Történet. Szabályok. Most leveszem ezt lejjebb, van a látott távolság. Dehogy veszem lejjebb, így is ott. Szabályok, indítás. Én szabályokkal szeretem kezdeni, ne törtse, ne csaj. Csak csaj. Történet, az anyukád lehívott ebédelni, és azt mondta, ha egy percen belül nem mész le, letörli a Minecraftot a gépedről, szóval siess. Oké, anya. Indítás. Hoppa, másik oldalon voltak gombok. Csaba, gyere ebédelni. Az anyukámat Etienne-nek hívják. Magyarosan kukacnak. Na hát ezt nem tudom megmondani, miért van láva a házban. Igen. Ezt is így nem is tudom megcsinálni. Hallom, hogy zúg az eső, úgyhogy ezt leállítom. És spóroljunk egy kis erőforrás. Értelmetlen gomb. Hát, lejárt. És mindegyiket mondtad, jó. Na talán egy fokkal jobban fut. Ez így nem egy perces ennyi ugrabugrás, én nem vagyok gyors, hogy ezen végigpattolok, ennél sokkal óvatosabb vagyok. És tényleg végig kell ugrálni, nincsen benne semmi, amit szoktatok, hogy erre most nincsen idő. Mondják. Ja, de. Egy labirintus. Hát az alapötlet tök jó volt, de... Nem poénok ezek a feladatok. Na végre itt vagy. Vége, köszönöm, végigjátszottad a pályám, a kézikönyv óvja. És hol van anya? Az. Anya, mekkora hajad van? A következő pályát Mr. Anonymous készítette, és az a címe, hogy fuss az életedért egy perc. Ez a mániát, hogy eltemettek, meg megöltök, meg nem is tudom. Jó, nézzük. Jaj, közben indítottam. Kezdés. Nem kell semmit megnéznem, de. Csak akkor nézd bele, ha már jártál a pincében. Akkor nem.
Úristen, a gáztűzhely felborult, a földrengés miatt menekülnem kell. De jó. Mi ez a gomb? A francban a lift nem működik. De akkor egy percen keresztül lépcsőzni fogok. De furcsa emelet. Még van fél perc, na férjem már bele. Ezek nem tudom kellene-e. És most menjek le a pincébe. Úristen, felhagytam a pince kulcsot. De hát itt egy gomb, vagy ez ott van a kulcs, csak elfelejtette kitörölni. A földrengés miatt bomlott a járat, valamivel ki kell ásnom. Ássak egyenesen. Itt volt egy ásó. És most jár le. Hát jó, ideigazodtam. És szerintem most nem is voltam olyan béna, egész gyorsan haladtam, nem? Jó, most már úgyis lejárt megnézem, mi lett volna az a kulcs, de na, azt gyanítom, hogy egy gomb lett volna a kulcs, vagy kar, amit ott felejtett. Vagy még lesz ajtó. Ja, egy gomb. Nem baj, van egy tartalék kulcsom. Köszönöm, hogy végigjátszottad. Tudom, rövid volt, de remélem, hát az a lényeg, hogy rövid legyen. Itt ez nem hátrány. Valaki kinhagyta a command blokját. A mai utolsó pálya készítője nem írta meg a nevét. Meg ki is nyomtam, jó. Szóval nem írta meg a nevét, úgyhogy reméljük kiderül majd a pályán. A pálya neve TF2. Hát kíváncsi vagyok, hogy tényleg Team Fortress 2? Akkor kezdjük. Start. Készítő, itt is van. Készítő Tamás Oliver, sok szerencsét Csabusa. Szabályok, kezdjük itt. Rossz színválasztás, legyél békésben, a többi a szokásos. Piros csapat, kék csapat. A levadász, de jó. És tényleg sniper szoktam lenni. Feladat, én is van. Ez egy TF2 mesterlövész ISP-ban lesz, válasz csapatot. Piros szoktam lenni, legtöbbször. Ő meg Sanyikát. Szegény Sanyika. Ott mi volt? Ha megölted, jó. Szegény Sanyika. A piros csapat nyert, gratulálok, kivitted a pályát. Hát ez rövid volt, de belefért legalább az egy percbe. Jó. Akkor nézzük a kedvenc, szerintem a horror pálya, igen, hangulatos volt, meg jók voltak rajta az effektek. Igazából tök egyszerű volt, tehát csak mentem a folyosón, de akkor is a hangulat az annyira vitte, hogy szerintem az lesz a mai kedvenc. Írjátok meg nektek, melyik tetszik. A kezdőkönyv óvjon.